születésnapját ennek az OBB-nek 2012. április 15-ére tesszük. Akkor indult el az első OBB, Nexon volt a kezdeményező, talán történetileg kevesen tudják, hogy ezen belül is az Ocskai Szilárd úrnak a fejéből pattant ki ez az ötlet. Ha tömören kéne fogalmaznom, OBB célja, funkciója, feladata, haszna, akkor azt mondanám, hogy egy tudáspróba, azon túlmenően pedig egy próbatétel, mert ugye ez egy verseny is. A kollégáim több éve vesznek részt a versenyen. A verseny metodikája az egy 4 hónapig tartó folyamat, melyben ők 100 pontot érő feladatokat kapnak. Ezután az első 50 kerül a személyes fordulóba, ahol egy TB-naptár, egy toll és egy laptop, illetve egy számológéppel egy zárt helyen 2 órát kell eltölteniük, és így szokott kiderülni az, hogy ki az, aki megnyeri ezt a versenyt. Az idén nagy örömért bennünket, a cégcsoportunk egyik dolgozója nyerte az országos bérszámfejtő bajnokságot. Ez tényleg egy nagy presztízs a cégcsoporton belül is. Kezdetek óta részt veszek a bajnokságon, először a kíváncsiság hajtott, és most már évek óta az, hogy minél jobb legyek, mint előző évben voltam. Tavaly csak az első 50-be jutottam be, és így a 16. lettem, és bíztam benne, hogy idén sikerül megnyerni a bajnokságot. Mindenkit bíztatok arra, hogy próbálják meg, és vegyenek részt a bajnokságon, mert ez egy nagy szakmai kihívás. Az első 3 helyzet kap összesen 1,3 milliót, és a másik 7 versenyző, aki a 10-es sorrendnek a végéig ott vannak, azok pedig 100 000 forintot. És akkor van még néhány még kiváló partnerünk, a Perfect, a Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ, a HVG, meg a Nexon Akadémia, akik még pici apró külön díjakat hozzátesznek ez a egészen jó sommás díjhoz. Idei versenyről 2 dolgot tudnék kiemelni. Az első az, hogy ilyen magas pontszámmal még sosem nyertek versenyt, mint az idei. 100%-os skálán az első helyzet 98%-ot ért el. A másik pedig az, hogy akik a legjobbak lettek, akik az élbolyba tartoznak, ha megnézi az ember az önéletrajzukat, akkor egy nagyon kvalifikált személyeket talál az ember, tehát egyetemet végzettek, sok egyéb szakmai tapasztalattal rendelkező végzettek, ami azt üzeni nekünk, hogy ez a bérügyvitel világa nem egy egyszerű havágó munka, hanem ez egy nagyon összetett és egy nagyon bonyolult munka, és nem lehet ma már egy tanfolyamon szerzett tudással ezt a munkát elvégezni, úgyhogy a Nexon büszke lehet arra igazán, hogy meg tud mozgatni ilyen kvalifikált embereket, és ide tud vonzani erre a versenyre. A mi országos bérügyviteli bajnokságunk olyan bérügyviteli kiválóságokat termel ki, hoz felszínre, olyan tudású embereket tud megtalálni, akik szinte garanciája annak, hogyha egy vállalatnál dolgoznak, akkor a főnök nyugodtan hallhat, és hogyha bizonyítani akarják tudásokat, akkor lám, rajta, gyerünk, hajrá, vegyenek részt a versenyben, és nyerjék meg, legyenek ők a következő évnek a országos bérügyviteli bajnokai, mert jövőre újraindulnak.